fémek reakciója hígkénsavval. Megvizsgáljuk, hogy a cink, a magnézium és a réz hogyan reagál hígkénsavval. Elsőként az első kémcsőbe cinket teszek. A második kémcsőbe magnézium szalagot. És a harmadikba rézreszeléket. Majd hígkénsavat csepegtetek rá. Nézzük meg, mit tapasztalunk. Látható, hogy pezsgés. Figyelhető meg gázfejlődés, hidrogén gáz fejlődött, a hidrogén ionok elektront vettek fel, redukálódtak, a fém pedig elektront adott le, oxidálódik. Redoxi folyamat megy végbe. Magnézium esetében szintén gázfejlődés tapasztalható, szintén a hidrogénion elektront vesz fel, redukálódik, a fém pedig elektront ad le, oxidálódik. Réz esetében nem tapasztalunk változást, a réz a híg kénsavval nem lép reakcióba. Megállapíthatjuk, hogy a hidrogénnél negatívabb standard potenciálú fémekből a híg kénsav hidrogéngázt fejleszt.